Köszöntelek nagy szeretettel, benneteket imádkozunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy eléd járulhatunk, magasztalunk a lehetőségért, hogy a te ígédre figyelhetünk ebben az alkalomban is. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk és hozzád jöhetünk. És kérünk, drága Szent Szellem Isten, hogy taníts bennünket, győzd meg bennünket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. És add, hogy az ige, amit ma tanulunk, hallunk, ami a szívünket akarja megérinteni, hadd tudjuk azt befogadni Jézus hatalmas nevében. Amen. Köszöntelek benneteket, és kivetítettem a hónap ige versét. Isten kegyelméből egy újabb hónapot kezdhettünk el, és ennek a hónapnak, az áprilisi hónapnak az ige verse, a római levél első részének a 12. verse. Mondjuk el együtt ezt az ige verset. Együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Római levél első rész 12. verse. Hadd olvassam el ezt az ige verset a Csia Lajos féle bibliafordításból és a Vida Sándor fordításból. Helyesebben, hogy közöttetek ti is és én is kölcsönös bátorítást kapjunk azon a hiten keresztül, amely bennünk van, bennetek és bennem. Vida így fordította, ez pedig az, hogy kölcsönös segítséget nyerjünk közöttetek egymásban levő hithűség által, a tietek és az enyém által. Ezen a mai délutánon erről szeretnék szólni, és egy néhány gondolatot szívemre helyezett az Úr, tehát ez a kölcsönösség, mint ahogy itt mondja az ige, hogy kölcsönös bátorítást kapjunk, kölcsönös segítséget nyerjünk egymás hite által. Az egyik gondolat, ami megfogalmazódott bennem az ige verset olvasva és tanulmányozva, az, hogy egymásra vagyunk utalva. És ahogy ezt olvastam, az jutott eszembe, hogy Isten szólt a szívemhez, és ezt hozta elém, hogy az önzőség. Ez egy nagyon fontos üzenete a Bibliának, és az igében több helyen van erről szó. A kölcsönösség, a segítségnek az ellentétje az önzőség, és a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy a végidők eseményeinek egyik megnyilvánulása, sok megnyilvánulása lesz a végidőknek. Timóteusi levél, második levél, harmadik részét hoztam ide, az első két vers ezt mondja, itt lehetne több verset is olvasni, de csak két verset hozok. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. És a felsorolásban azt mondja, rögtön az első helyen az emberek ugyanis önzők lesznek. És aztán jó néhány dolog elhangzik ebben az ige szakaszban, és ezt nagyon fontosnak tartom. Aztán, amit a szívemre helyezett az Úr, az a Jakab levelében található, és a Jakab levelét, hogyha megnyitjátok, vegyétek elő a Bibliátokat, bátorítalak erre benneteket, és az első három verset nézzük meg. Én fel fogom olvasni ezt az első három verset, és öt olyan dolgot szeretnék kiemelni, ami világossá teszi azt, hogy nem csupán azért kell nekünk figyelni az önzőségre, mert ez a végidők eseménye, hanem azért is, mert milyen következménye lesz. Hogy mi motiválja, és mi az az érzés, ami ott van az önző emberben, ez egy nagyon érdekes dolog, de pont az ellenkezője fog történni, amit az ember az önzőség miatt cselekszik, és csinálja a dolgait. Tehát a Jakab levelében a 4. fejezet első három versét olvasom. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek, nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Vagyis a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy ha van önzés, akkor lesz harc és viszály. Tehát az önzőség harcot és viszályt szít. Legyen az a család, legyen az egy kapcsolat, legyen az egy közösség, ez biztos igaz, mert a Szentírás mondja ezt. Második vers. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt élni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek, nem is kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Vagyis mi az, amit én megértettem ebből a néhány versben az önzőséggel kapcsolatosan, és ezért szeretnélek figyelmeztetni benneteket, figyelmeztetni önmagamat és valamennyiünket arra nézve, hogy ne legyünk önzők. Tehát egy, harcokat és viszályokat fog szítni. Kettő, irigység és gyűlölet jön vele. Három, tékozlás jár vele. Tehát miközben az önző ember úgy gondolja, hogy nem adok, hogy több maradjon, mégis kevesebb marad. Tehát a Biblia mondja ezt, és ez egyértelmű. Tehát az önzésben ott van az, hogy magamnak, nekem, és csak nekem, és senki más nem érdekel.
És ebben az önző magatartásban az nyilvánul meg, hogy ki fog folyni az ember kezéből mindaz, amilyen van. Mert ezt mondja a Biblia, nézzétek meg, hogy vagy ha kéritek, nem kapjátok, mert rosszul kéritek, csupán élvezetekre akarjátok azt eltékozolni, hogy elfogja az önző ember tékozló, mert csak magára gondol. Aztán nem lesz elérhető a cél, ez a negyedik dolog. Tehát azt mondja itt az ige, hogy nem tudtok célt érni, második vers. És az ötödik dolog, nem fogsz kapni semmit, sokkal kevesebb lesz. Tehát az az ige vers, ami ebben a hónapban a hitnek a megnyilvánulása, és Pál apostol egy olyan gyülekezetnek ír a római levéllel kapcsolatosan, ahol még nem volt, hisz a 13. vers leírja, hogy már szeretnélek látni titeket, és hogy még nem volt közöttetek munkámnak gyümölcse, és világossá válik, hogy lelki ajándékot akar adni, ez úgy működik, és úgy munkálódik ki, és ezt láttuk ugye a hónap ige versében, a kivetített igében, az 1.12-ben, hogy együtt, vagyis kölcsönösen bátorítsuk, kölcsönösen legyünk egymás vele, hogy én is adok, és ti is adtok. Az én hitem, és a ti hitetek. Tehát ez egy nagyon fontos. És ezzel szemben ott van az önzés. Ez nem egy Isten szerint való dolog, és ezt az öt dolgot szeretném a Jakab 4.1 alapján újból felsorolni, és szívetekre helyezni, hogy az Úr óvjon meg, és őrizzen meg ettől, mert ha önző az ember, akkor harcok és viszályok fognak, az fog szítódni. Második dolog, hogy irítség és gyűlölet jön vele. Harmadik, tékozlás jár vele. Negyedik, nem lesznek a célok elérhetőek, bármennyire is próbál az ember azt a célt, ami előtte van, azt elérni, nem fogja elérni. És az ötödik, hogy nem fogsz kapni semmit. Sokkal kevesebb lesz mindaz, amivel rendelkezem. Aztán megyek tovább, mert Pál apostol azt mondja, hogy a kölcsönös adás, a kölcsönös segítség nyújtás az én hitem és a te hitetek által, és egy biblia alapelvet szeretnék hozni felétek, ami nem csupán az apostolok cselekedetében fogalmazódik meg, és olvasható, hanem a Szentírás világossá teszi, hogy adunk is, meg kapunk is. De mi az, ami nagyobb boldogságot hoz? És az apostolok cselekedete 20. részének a 35. verse erről szól, hogy minden tekintetben megmutattam nektek, mondja az apostolok cselekedete, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Tehát Jézus szava ez. Ő mondta, nagyobb boldogság adni, és szeretném az eredeti szöveg jelentését hozni, mert itt adásról és kapásról van szó, viszont a Biblia szó szerinti jelentés arról beszél, hogy nagyobb öröm ajándékozni, mint elfogadni. Tudni kell elfogadni, meg tudni kell ajándékozni is. Az önző ember nem tud, az inkább csak kapni akar. De tudjuk nagyon jól, hogy milyen következményei vannak, és a bibliai alapelv ez. És megyek tovább, mert a Szentírás nem csak arról beszél, hogy egy boldogságot és örömet kap az ember, hanem egy örvendezés és egy jó kedv lesz, sőt, Isten áldása is ott van az ember életében. Korintusi 2. levelet nagyon szeretem, mert naponként el szoktuk mondani a napi megvallásban azt, hogy Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza ránk, hogy mindenütt, mindenhol, minden szükségessel rendelkezünk, és bőségünk legyen minden jó cselekedetre. Ez a 2. Korintus 9 versekben van. De ez az igevers arról beszél, és ez az ige szakasz arról beszél, hogy van törvényszerűség, vetés és aratás elve világos. Ez igaz a fizikai életre, igaz a szellemiekre, és igaz az anyagiakra is. Tehát azt mondja a 6-os vers, tehát 2 Korintus 9-6, tudjuk pedig, és ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyire vagyunk ennek a tudatában, és mennyire ez motivál bennünket, és ez készített bennünket, tudjuk pedig, jó lenne egyébként, mert ez a Bibliában benne van, 2000 éves alapelv, és Isten népének ezt meg kellene érteni, és nekünk ezt komolyan venni, aki szűken vett, szűken arat, aki bőven vett, bőven is arat. És ez így működik, és nagyon szeretem azt az Ószövetségi igét, amit már régóta szívemre helyezett az Úr, hogy reggel is és este is, és többször is vessen az ember, mert nem tudja az ember, hogy ez is vagy az is sikerül-e, de az Úr kezében van mindez. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát olvasom a 7-es verstől, mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, nekedtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. És
gondoljátok meg, hogy micsoda áldás volt Pál apostol életében, hogy ő szeretett volna ajándékozni egy olyan gyülekezetnek, ez is megérintette a szívemet, amikor tanulmányoztam a római levelet, hogy az első néhány versben, az első részben, a római levél első részének első néhány versében azt írja Pál apostol, hogy nem volt ott a római gyülekezetben, szeretne eljutni oda, de egy olyan gyülekezetnek a hírét hallotta, akiknek a hite egész világon nyilvánvaló. És ennek ellenére szeretne adni, megajándékozni őket, és szeretné a hitükben még növelni, hogy az én hitem és a ti hiteknek által. Tehát a jókedvű adakozót szereti az Isten. És még egy dolog, amit ma szeretnék a szívedre helyezni, az az, hogy van mit helyrehozni. A napokban olvastam a Tesszalonikai levelet, vagyis egyszerűen ezt a szívemre helyezte az Úr, mégpedig arra nézve, hogy ezt mondja, és így írja Pál, tehát az első Tesszalonikai levél 3. rész 10. versében, amikor éjjel és nappal buzgón könyörögtünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságát. A hit évéről van szó. Én úgy gondolom, hogy azok az igeversek, amelyeket hónapról hónapra elmondunk, megvallunk, amik szólnak hozzánk, azért szólnak, hogy azokban a dolgokban, azokban a helyzetekben, azokban az igei igazságokban, a hitünkben megerősödjünk és bátorodjunk. Hozom ide, hogy hogy hozta ezt Csia és Vida. Helyre igazítsuk hitetek hiányosságait. Vida azt mondja, helyre hozzuk hithűségetek hiányait. Vagyis van mit helyrehozni. Ha valami elromlik, akkor tudom, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, nagyon sok esetben könnyebb kidobni valamit és egy újat venni, sőt, sok olyan technológia van ma már, és olyan technikai újdonság van, hogy úgy van elkészítve, hogy lehet, hogy olcsóbb egy újat venni, mint a régit felújítani, vagy az alkatrészeket megvásárolni, mert így találta ki ma ezt a társadalom és a gyártók. De igazából az emberi kapcsolatokat nem érdemes kidobni, hanem van mit helyre hozni és helyre állítani. Hát nyilván nem kalapáccsal, villáskulccsal és csavarhúzóval, bár tudom nagyon jól, hogy gyermekkoromhoz kapcsolódva nagyon sokat jelentett a kalapács, a csavarhúzó és a villáskulcs. Édesanyám mesélte egy alkalommal, hogy amikor gyerekként elküldött, hogy menjek kenyeret venni, akkor hazatértem egy villás, vagyis egy csavarhúzó készlettel, és úgy vettem meg, hogy részben hitelre, hát még vissza kellett menni, és ki kellett fizetni még 20 forintot, mert hát egy akciós csavarhúzó készlet. Tehát nekem sokat jelentenek a szerszámok mind a mai napig, de a legfontosabb dolog, amit a szívetekre szeretnék helyezni az, hogy Isten tökéletesen tudja a helyreállítást végezni, de ahhoz nekünk adni kell magunkat. És én ezt kívánom nektek, és lássuk meg, hogy van mit helyreigazítani a hitünkkel kapcsolatosan. Gondoljatok arra, amivel kezdtem. Egy olyan római gyülekezetnek íródik ez a levél, a római levél, ahol a hitüknek egész világon híre van, ennek ellenére szeretné őket kegyelmi ajándékokkal megajándékozni, vagyis egymás hite által épülni és növekedni. Tehát amit ma a szívetekre szerettem volna helyezni, és remélem és hiszem, hogy ezt a Szent Szellem mondja nektek, legyen mit helyrehozni, és figyeljetek oda, vizsgáljátok meg az életeteket, vegyétek ezt komolyan, mert jobb, jó dolog ezt lerendezni. Ami nagyon érdekes, tehát ez a kifejezés, ami itt van a Tesszalonikai levélben, hogy kipótoljuk, vagy helyreigazítsuk, vagy helyrehozzuk, ez a kifejezés nem olyan sokszor szerepel a Bibliában, de amikor a tanítványok, a tanítványok között voltak halászok, és amikor kijönnek a Genezáret tó partjára a halászat után, és rendezgetik a hálójukat, akkor pontosan ez a kifejezés található. Károli úgy hogy hozza, hogy kötözgették, az új fordítás úgy, hogy rendezgették, de tulajdonképpen a lyukakat kijavítgatták, helyre hozták a hálót. És ez így működik az emberi kapcsolatokban, így működik az életben, hogy vannak helyzetek, próbák, küzdelmek, amikor lyukas vagy lyukadhat a háló, helyre kell hozni. Lyukadhat a hitünknek a dolgai. Lyukak vannak, hiányosságok vannak, de azt mondja Isten, hogy nem kidobandó, hanem helyre lehet hozni. És kívánom, hogy jöjjünk ahhoz az áldott Mesterhez, ahhoz az áldott gyógyító, szabadító, helyreállító szolgálathoz, ami Istenben van, mert ő helyre tudja hozni. Aztán, amiről szó volt, hogy vagy az önzés van,
vagy az odaszállás és az adakozás, és a komolyan venni azt, hogy adok, mert Pál azt mondja, hogy az én hitem által, a te hited által, és azt mondja Isten, hogy ezt szereti. Ez egy örömmel tölti el az embert. Viszont meg kell azt látnunk, hogy van ajándékozás, és van elfogadás, vagyis ahogy a fordításból kiderül, így van, tehát nem csak egy arról van szó, hogy jobb dolog adni, mint kapni, hanem nagyobb boldogság ajándékozni, mint elfogadni. Az elfogadásnak is van jelentősége, és nagyon sokszor láttam az eddigi szolgálatom során, hogy milyen sok ember nehezen tudja elfogadni azt, amit a másik az Úrtól rajta keresztül adni akar. Aztán szó volt arról, hogy miért nem érdemes önzőnek lenni, azért, mert egyrészt ez a végidők eseményei, másrészt az az öt pont, amit szeretnék ismételni, az önzés az harcokat és viszályokat fog szítani, irítség és gyűlölet jár vele, tékozlás jár vele, nem lesznek elérhetőek a célok, és nem fogsz kapni semmit, vagyis sokkal kevesebb lesz. Tehát bátorodjon a szívünk, és legyen készségünk arra, hogy egymást kölcsönösen bátorítsuk. Az enyém és a tied által, mert Isten erre hív bennünket. És ne feledjük el, hogy ez a hit éve, és a hitünkben, hogyha hiányok vannak, hogyha lukas a hitünk, akkor az nem igazán kedves és elfogadható, tehát azzal nem igazán tudunk szolgálni. Isten helyreállít, imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy vannak dolgok, amikben helyre akarsz állítani, és úgy, ahogy a tanítványok egy-egy halászás után a hálóikat rendezgették, vagyis kijavítgatták a lyukakat, és újra rendezték a hálójukat, így van ez, mert azt mondja Pál, hogy kipótolni a hitünk hiányosságait, vagyis rendezni, helyreállítani. Köszönöm, hogy te nem kidobod az életünket, és nem elvetsz bennünket, hanem azt mondod, hogy hívjatok engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítlak titeket, és ti dicsőítetek engemet. És én köszönöm, hogy jöhetünk hozzád, hogy helyreállíts. Bocsáss meg minden önzést, minden szűkkeblűséget, hadd tapasztaljuk meg, és hadd éljük át azt, amit megszoktunk vallani, hogy neked hatalmad van arra, hogy minden kegyelmedet kiáraszt ránk, hogy mindenütt, mindenhol, minden szükségessel rendelkezünk. Köszönjük a vetés és aratás elvét, köszönjük, hogy tanítottál bennünket. Vedd kedvesen a mi imádatunkat és tiszteletünket, és kérünk Szent Szellem Isten, hogy a hétköznapok harcaiban és küzdelmeiben segíts meg bennünket, és adj győzelmet. Jézus hatalmas nevében. Amen.